és úgy szívja be a levegőt, itt ezen a kis résen, ez meg van pontosan lemérve, hogy mekkora ez a rés, itt szívja be, és kerül rá egy ragacsra. Oda rátapad a levegőből beszívott pollenek nagy része, és ezt egy óraszerkezet forgatja körbe, tehát meg lehet nézni nap mint nap, hogy azon az abban 24 órában milyen pollenek és mennyi került rá. Kál Zoltánné, Atolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának szakembere éppen azt mutatja, miként működik a szélvitorlával felszerelt pollencsapda a volt ANTS székház tetején. Ezzel gyűjtik be a különböző fák által kibocsátott polleneket. Pécsen elemzik ki a biológusok a mintákat, és kiderül, melyikből van sok a levegőben. Kevesen tudják, hogy a pollen szezon már az év elején elindult a mogyoróbokrok virágzásával. Onnantól kezdve fejlődtek a fák, kipattantak a rügyek, megjelentek a virágok, és velük a növényi pollenek a levegőben. A hűvös tavasz miatt jellemzően kevés olyan nap volt, amikor magas pollen számot mértek a szakemberek. Jelenleg több növény pollen koncentrációja van közepes tartományban Szekszárdon. Ezek közül a most virágzó platán okozhat légúti tüneteket az arra érzékenyeknél. Az erősen allergizálók közül a nyír lassan elvirágzik, a nyár már elvirágzott és lassan a terméke, amit mindenki utál, ezt lehet mondani, ez a szöszös fehér termés jelenik meg a levegőben, ez nem allergizál. Ezen kívül lassan elvirágzik az éger, a juhar, ezek is allergizálóak, és a kevésbé veszélyes, így mondom veszélyes, bár egyik pollen sem veszélyes, csak legfeljebb érzékenyek vagyunk rá, a dió és az eperfa. Az elmúlt napokban jelentek meg a pázsit fűfélék pollenjei a csapdában. Pollen koncentrációjuk jellemzően még alacsony. Eközben a kőr is virágzása is tart, egészen május közepéig elhúzódhat. A növény virágpora időnként magas koncentrációt jelez a Tolnai megye székhelyen.